2022. április 11-én a Magyar Költészet napján Müller Miklós, a Szegedi Tudományegyetem alumnusa fotókiállításával vette kezdetét a 17. egyetemi tavasz. Az egyetem rektori hivatalának aulájában megrendezett megnyitó Péter Lea szavalatával kezdődött. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itten ángoktól ölelt kis ország. Messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Járat, s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látcső, és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat. S a sírok közt anyukát, ki halkan sírokat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábúja. A csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolába mentén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de föntről a kő se látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen. És csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, még jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra, majd a friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, Borisdánk, nagyon örülünk, hogy a két év kényszerszünet után végre megrendezhetjük a 17. egyetemi tavaszt. Tulajdonképpen a Szegedi Tudományegyetem legrangosabb tavaszi rendezvénysorozata. Ugye ősszel az őszi kulturális fesztivál, tavasszal az egyetemi tavasz. Bár ez nem összművészeti fesztivál, nyilván sok kulturális program is van, de igazából minden, ami az egyetemen történik 7 hét alatt, közel 300 program, 70 helyszínen, és ebben minden benne van. A szakmai konferenciák, tudományos ismeretterjesztő programok, szórakoztató programok, sportesemények, tehát minden, ami a Szegedi Tudományegyetem centenáriumi évében történik. Én lehet, hogy Radnótival elfogult vagyok, de szerintem Radnóti mindig aktuális. Nekem egyébként is ő az egyik kedvenc költőm, és előszeretettel mondok Radnóti verseket. Nagyon örültem, amikor Tajti Gabriella felkért, és különösen, hogy jelezte, hogy egy Radnóti verset szeretnének, mert Radnóti az én szívemhez is nagyon közel áll. És azt gondolom, hogy kifejezetten egy olyan művész
esetén, aki szintén ezen az egyetemen tanult, és nagyon nagy kötődése van Szegedhez, így nyilván egy párhuzam is vonható Radnótival. Másrészt viszont az, hogy ugye a versben is egy nagyon erős kötődés nyilvánul meg a szülőföldhöz, illetve azokhoz a helyekhez, ahol a költő a fiatalságát töltötte. Ez nyilván egy olyan párhuzam a művésszel, ami szerintem még közelebb hozza egymáshoz ezt a két művészeti ágat, és ezért különösen találó volt erre a mai alkalomra. A megnyitón professzor dr. Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettese köszöntötte az érdeklődőket. A tavaszi fesztivál és így a 17. tavaszi fesztivál is kifejezi mindazt a gazdagságot, amellyel a Szegedi Tudományegyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem partnerei és azok az alkotó műhelyek rendelkeznek, amelyek gazdagítják ezt a programsorozatot. Az első gondolatom az volt, hogy megpróbálom röviden összefoglalni, hogy mi mindennel találkozhat itt az érdeklődő. Nyilván ezt korábban sem tudtam valóra váltani ezt a tervemet. Végül aztán arra jutottam, hogy ami rendkívül értékes ebben a programsorozatban, az, hogy nagyon színes a kínálata, hogy vers, próza, koncertek, színjátszás, sok minden szerepel itt. Maguk az egyetemi oktatók és hallgatók is bekapcsolódnak ebbe a programsorozatba, és hogy most egy olyan résztvevőt említsek, ami valószínűleg nem magától értetődő mindenki számára. Nagy örömmel láttam a programsorozatban Kubasek János geográfust, aki a Magyar Földrajzi Múzeum vezetője. De ez csak egy példa. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ebben a programsorozatban ez az egyetlen egy fotó kiállítás, ez bizony téved. Mert jönnek még a hallgatóink is, és érkezik még hozzánk Dömötör Mihály is. A kiállításon megtekinthető három eredeti Müller Miklós számára dedikált Radnóti Miklós kötet is, melyeket ezen alkalomra az Orosházi Városi Könyvtár bocsájtott az egyetem rendelkezésére. A tárlatot alkotó fotográfiák pedig Gonda Géza jóvoltából érkeztek a rektori épület aulájába. Müller család nevében először is szeretném megköszönni azt, hogy a Szegedi Tudományegyetem most már harmadik alkalommal gondozza valamilyen kiállítás formájában Müller Miklós munkásságát. Müller itt végzett, ezen az egyetemen végzett 30 évben, majd elhagyta az országot, Párizs, Portugália, Marokkó után Spanyolországba került. Spanyolországban kiváló portréfotográfus lett. A tárlat megnyitóján résztvevők videó üzenetet hallhattak Roberta Griffith világhírű keramikustól, akit 1964-ben fotózott Müller Miklós. Én örömmel tapasztalom azt, hogy egyre több kezdeményezés van, akik népszerűsítik a költészetet, és egyre több fiatal áll be a Magyar Költészet Napjának a népszerűsítése mellé. Én azt gondolom, hogy különösen ebben a rohanó világban, ahol sajnos az értékek egyre inkább kezdenek kiveszni, vagy legalábbis kevesebb időt szentelünk a mindennapokban a művészeteknek, nagyon fontos, hogyha nem is az egész évben, de legyenek az évben olyan napok, amikor ennek különösen nagy figyelmet szentelünk, és ténylegesen megemlékezünk a nagy költőinkről, de akár a kortárs költészetről is, vagy azokról a versekről, amik a mindennapi életben, az életünk különböző területein, különböző konfliktusok, problémák során nagyon nagy kapaszkodót tudnak adni, és nagyon nagy tanulságokat hordoznak magukban. A kiállítás április 29-ig megtekinthető a rektori hivatal aulájában.